Ismét megkezdjük a húsvéti előkészületet, a nagybőti szent időt. Évente visszatérő lehetőség mindnyájunk számára, hívő emberek számára, elsősorban, hogy az Úristennel való kapcsolatunkat, az egyházhoz tartozásunk felelősségét, és egyáltalán a személyes hitünket újraéljük, megújítsuk, vagy ahogy a Szentírás szóhasználatával szoktuk ezt mondani, a megtérésünkben, az őszinte Isten felé fordulásunkban egy új korszak kezdődjön. Az idei nagybőtünket két olyan esemény is befolyásolja, illetve meghatározza, ami most 2013-ban a húsvéti készületünknek sajátos megvilágítást ad, és sajátos indítást. Természetesen az első a hitéve, amire 16. Benedek pápa hívott meg bennünket, még ősszel a II. Vatikáni zsinat megnyitásának 50. évfordulóján. A hitéve. Hogy rácsodálkozunk erre az ajándékunkra, amit a Jóistentől kaptunk, hogy hittel nézzük a világot, Isten ajándékaként és tőle kapott feladatként értelmezzük. A másik pedig ez a meglepő hír 16. Benedek pápánknak a bejelentése, hogy lemond a főpásztori szolgálatáról, lemond a péteri tisztségéről az egyházunk vezetésében. Váratlanul ért ez bennünket, de éppen ez a bejelentés jelzi azt, hogy az egyházunk nem lehet szokásoknak a rabja. Nem hivatkozhatunk arra, hogy mert ezt így szoktuk, ezt így hagyományozták át az előttünk járó nemzedékek, hanem mindig újra személyesen felelősséget kell vállalnunk a hit szerinti életünkért. Csodáljuk, tiszteljük Szentatyánkat, hogy ő ebben is példát adott nekünk. Hogy ő a Jóisten előtti felelősséggel vállalta az ő gyengeségét. Az ő előre haladott kora nyomán a betegségével szembesülve, ő mindnyájunk előtt vállalta ezt, hogy nem képes már arra, hogy úgy tudja betölteni ezt a feladatot, ahogy azt a szíve diktálja, és ahogy a változó világ, és a változó világban az Úristen ezt elvárhatja. Új korszak indul az egyházunk életében ezzel, hiszen megszoktuk, hogy a pápák a életük utolsó pillanatáig pápaként állnak előttünk. De azt hiszem, hogy mindnyájan éppen a nagybőti szent időben érezzük azt, hogy az életünkben vannak olyan szakaszok, olyan korszakok, amikor nekünk függetlenül attól, hogy a Jóisten elszólít-e bennünket ebből a látható világból, nekünk új feladatokra kell vállalkoznunk. Az új feladat egyrészt adva van mindig a körülvező világban, a mindennapi feladatainkban, kötelességünkben, másrészt viszont abban a felnőtté váló hitünkben, ami évről évre személyes élményként jelentkezik a számunkra. Szentatyánk 16. Benedek pápa, mint minden évben, az idei nagybőjtre is körlevelet küldött nekünk. És ebben a körlevelében visszatér az ő egyik körlevelére, az egyik enciklikájára, ami összefügg az ő 8 éves pápai szolgálatának az alapgondolatával, az Isten szeretetének és a mi Krisztust követő életünknek a kapcsolatára. Ebben a mostani nagybőti körlevelében a hitünk és a szeretetünk kapcsolatát világítja meg. Hangsúlyozza, hogy csak akkor őszinte a hitünk, a Jóisten felé fordulásunk, hogyha ez tükrözi a mi mindennapi önzetlen szeretetünk,
az egymás gondjának a fölvállalása. Összekapcsolható persze ez a gondolat az ő bejelentésével, hogy ő lemond a pápai szolgálatáról. De éppen ez a bátor lépése indít bennünket is arra, hogy naponta szembesüljünk azzal, hogy mi mit tudunk tenni egymásért. Hogyan érezzük át a felelősségünket egymás iránt. Erre hívok ma mindenkit, Nagybőjt kezdetén, hogy imádkozzunk Szentatyánkért. Köszönjük meg az ő példaadó szolgálatát, az ő nagy hitét, és az ő felelősségteljes szolgálatát. És ugyanakkor imádkozzunk önmagunkért is, kérjük a Szentlélek Úristennek a segítségét, hogy legyen bátorságunk naponta lemondani a mi megszokott életvitelünkről, és hozzátehetem a mi kényelmünkről, a mi előjogainkról, azokról az elvárásoktól, amiket egymás felé érvényesíteni szoktunk, családban, munkahelyen, egyáltalán az emberi kapcsolatainkban. Legyen bátorságunk és erőnk naponta megújulni, és új szívvel, új lélekkel, egyre nagyobb önzetlenséggel, áldozatkészséggel járjunk Jézus nyomában. A Nagybőjtben előttünk áll, ami megváltunk, aki értünk vállalja nem csak az ember sorsot, hanem annak a szenvedését, a kereszthordozását, a mindennapi szolidaritást. Erre hív bennünket, kövessük őt. Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét minden nap. Ez a mindennapos hűség, a mindennapos megtérés, a mindennapos lemondás, ez az, amivel mi méltók lehetünk a mi isteni mesterünkhöz, és most hozzáteszem, amivel méltók lehetünk 16. Benedek pápánkhoz.